Ha a videóra kattintottál, feltehetőleg Final Cut Pro-t használsz, és érdekel az, hogy mi a legjobb trackkelő megoldás. Lelövöm a poént, a Motion VFX M-Tracker 3D szerintem az egyik legjobb megoldás, erről lesz szó, ez egy tutorial videó, mutatok rengeteg példát, most jöjjön az első videó és az intro. Hogy tetszett? Mindjárt bele is megyünk, hogy ezt hogy csináltam meg. Hoztam néhány drónsetot Baliról, hát régi utazás még Covid előtti időkben, illetve Budapestről is. Úgy gondoltam, hogy a drónsetok a legnagyobb kihívások annak a tekintetében, hogy megmutassam, hogy lehet trekkelni, milyen nehézségek vannak, és hogy lehet használni az M-trackert. Na nézzük meg, hogy ezt a medencés setot hogyan is csináltam meg. Nézzük is az intrót. Itt kiválasztottam, miután letrekkeltem az alapot, egy emoji helyett most egy szívet választottam, hiszen Balit nagyon szeretem és óriási volt. Meg kellett találnom egy pontot, de ami nehézség, hogy térben minden ugyanott legyen, úgyhogy nagyon jó a keyframe-eknek a használata, tehát hogy bizonyos pontján a videóba beállítom, hogy mi hogy legyen, és a mérettel is játszom. Itt most azt látjátok, és nézem azt, hogy ahogy repül a drón, és változik ugye a magasság, meg hogy milyen közel van ahhoz a ponthoz. Beállítottam, mikor ez megvolt, akkor meg egy extra layert beraktam, amivel szépen a maszkot megcsináltam, és a feathert is állítottam, tehát hogy mennyire látszik, vagy nem, inkább visszavettem az, ahogy a hegyen túl belemegy, és azt vettem észre közben, hogy van egy pont az elején, amikor egy nagyon közeli pálmafa előtt van, de hát ez nyilván 3D-ben nem néz neki jól, ezért egy extra maszkot beleraktam, amit szépen egyesével állítottam a szívnek, hogy pontosan úgy nézzen ki, mintha tényleg mögötten lenne, mivel ez csak pár frame, ezért nem olyan pontosan csináltam meg, és a végén itt látszik is az eredmény, nézzük meg. Következő setba repülünk egy nagyot, és Budapesten a parlamentet nézzük meg. Ezen a felvételen egy budapesti látkép, gyönyörű a parlament, imádom, és itt egy olyan drónfelvételt választottam, ami egy nagyon egyszerű trekkelés. Itt is először trekkeltem a videót, majd ráraktam azt, amit szeretnék használni, és megpróbáltam a kupolára trekkelni, de rájöttem, hogy azt valamiért nem észleli, úgyhogy átraktam egy kikötőre. Utána jött az a játék, hogy pontosan olyan arányban és szögbe legyen, itt is bejön nagyon jól a szerepe a content rotationnek és orientációt használva, és hiába én a dockhoz trekkeltem, beállítottam a kupolának a tetejére, onnantól már csak az volt a feladat az orientationnel, tehát a content rotationnel, hogy pont olyan szögbe látszódjon, ahogy maga a parlament is van, és még játszottam egy olyat, hogy miközben forgunk, a szöveg kimozduljon, tehát hogy legyen egy ilyen menete, és a vége már csak egy kis... És a végén már csak egy kis finom hangolás, hogy pont tényleg mindig ott legyen, itt is keyframe-eket használtam hozzá. Nézzük a végeredményt. Imádom a parlamentet, és olyan szép, szerintem tökéletes példa volt arra, hogy milyen könnyen lehet használni az M-Tracker 3D-t. Mindjárt visszaugrunk Balira, de előtte gondoltam, hogy mutatok egy másik példát, és ez egy nagyon jó ilyen mellékvágány arra, hogy elmeséljem azt, hogy tavaly a HVG kiadta egy könyvemet, Válj valóra a címe, Produktivitás, én márka, lifehackek, és csináltam egy felvételt a könyvről, hát miért ne csináljak, ugye, ahogy így forog, és úgy gondoltam, hogy még jobban motivállak téged arra, hogy vedd meg a könyvet, és most ide ki is rakom, hogy ahogy forog a könyv, közben trekkeltem vele a szöveget is, ilyenre is lehet használni, nem csak drónsetokra.
De most azért megyünk tovább, és egy drónsáttal folytatjuk. Igazából csak drónsátok vannak. Szóval Bali mellett konkrétan Nusa Peniden jártam, és ott van az Angels Billabong, amiben átmentem a drónnal egy ilyen boltíves, hát nyilván az egy természeti csúcs, és ott az volt a kihívás igazából, hát a drónnal is veszélyes volt átmenni, de az editálás közben, hogy azt szerettem volna, hogy így becsúszson a felirat, ezért azt a 3D hatást egy dolog, hogy trekkeltem, de azt is meg kellett oldanom, hogy utána egy ilyen maszkolással és egy extra layerrel mögötte jelenjen meg a szöveg, és ezáltal tényleg ez a 3D hatás érvényesüljön. A következő klipben megint Indonéziára, Bali mellé utazunk, konkrétan Nusa Penidán láthatjuk a Devil's Billabongot, és itt is először trekkeltem magát a képet, és kiválasztottam egy nagyon jó szöveget, amit átírtam, és nagyon fontos, hogy mindig átkopizzuk a tracking adatot arra a feliratra, amit szeretnénk. Hát kerestem egy olyan pontot, ami pont megfelelően mutatja, hogy hol vagyunk, és rájöttem, hogy ez nagyon szépen trekkelődik még úgy is, ahogy felmegy a drón, ezért kiválasztottam egy középen lévő helyet, és ezt megcsináltam úgy, hogy megfelelően nézzen ki. Ugye nagyon más a látószög szemből, meg fentről, úgyhogy itt is keyframe-eket használtam, majd átállítottam ugye a különböző betűtípusokat, de látszik ugye, hogy a barlang előtt jön be az a felirat itt, ezért először csináltam egy kis színkorrekciót, majd a színkorrekció után azt a részt, ahol maga a barlang látszódik, ott is színkorrektáltam, és majd jöhetett a maszkolás is. Ez kvázi az eredeti videó és a felirat között lesz. Ezzel elég sokat kellett játszani, mert ugye megyek közelebb a térbe, tehát folyamatosan ugyanúgy keyframe-ekkel, tehát az adott videópontokhoz viszonyítva kellett még finom hangolni, és így meg tudtam azt csinálni, hogy úgy néz ki, mintha a barlang mögül jön neki valóban, ahogy beúszik a felirat. Hát ez egy kicsit nehéz játék volt, de a végeredmény magáért beszél. Maradunk Indonéziában és Nusa Penidán, ez a T-Rex Bay, a T-Rexről amúgy mindig ez a nagyon vicces, ide kirakom, kis mém jut eszembe, amikor ugye az, hogy húzd a hajam, hát próbálom, vagy amikor ugye beszeretne ágyazni, hát elég nehéz neki. No de itt a drónsáttal nem volt nehéz dolgom, maga a felvétel során sem, és az M-Tracker 3D-vel olyan egyszerűen lehetett megcsinálni azt, hogy egy ponton trekkeljek, és még azt is elmondj 3D hatásnak, hogy így a hegy vagy sziget benyúlás mögül jöjjön ki a szöveg. Még mindig Nusa Penidán vagyunk, ez a T-Rex szobor felülről baromi jól néz ki, itt is kiválasztottam egy szöveget, és miután trekkeltem az eredeti videót, utána egy szögben gyönyörűen lehetett trekkelni, viszont a szöveg kilógott, úgyhogy ezt egy picit beljebb kellett helyeznem, itt is jött a tipikus játék, és mivel azt szerettem volna megoldani, hogy itt a háttérben jöjjön ki hogy a T-Rex mögül jöjjön ki, és ugyanúgy, ahogy az előző klipben, másoltam és a szöveg fölé helyeztem, utána jöhetett a maszkolás, és itt is egy kis finom hangolás, keyframezés, hogy mindig a megfelelő helyen legyen a maszk, illetve beállítottam a feathert, megcsináltam, hogy a szöveg még fel is csúszson, ezeket is keyframe-ekkel megoldottam, és ez olyan, mintha mögül lejött volna ki, és a szöveg, amikor eltűnik, a kivezető animációban sem látszik az, hogy ki úszna a kép felől, nézzük meg a végeredményt. Visszaugrunk Budapestre, itt az Erzsébet hídon keresztül megyünk át drónnal, és elmondanám azt is, hogy ha nem vagy feliratkozva, mindenféleképpen nyomj rá a feliratkozás gombra és a csengőre is, ugyanis gyártás alatt van, készül egy Budapest My City film, amiben rengeteg drón, creamy b-roll lesz. Erről még többet nem szeretnék mondani, de szerintem Budapest az egyik legszebb felvétel, ami valaha készült lesz. Nem azért, mert én csinálom, mert nem is csak egyedül csinálom, ezt többen csináljuk. Milyen sokszor mondtam azt, hogy csináljuk. Viszont maga
a feeling, meg ahogy felépítjük, az fantasztikus lesz. Most így egy teaserként egy klippet hoztam, és használom arra, hogy bemutassam azt, hogy mennyire jó az M-Tracker 3D, és egy külön érdekesség, hogy ha már drón, ami mindenen keresztül is át tud menni, ahogy a hídon is, arra gondoltam, hogy miért ne menjen át a feliraton is. Nézzük meg! Ugrunk egy nagyot Magyarországra, a következő klipben az Erzsébet hídnál vagyunk, itt is a trekkelés után, miután az M-Tracker 3D-t ráhúztam, átkopizom a kiválasztott szövegre azt a tracking adatot, amit megcsináltam, viszont azt vettem észre, hogyha simán egy lámpára trekkelem rá, akkor nem marad nagyon úgy egy helybe, úgyhogy végül egy autót választottam, és miután megvolt az autó, már csak el kellett helyezni megfelelő módon a feliratot a megfelelő helyre, és azt álltam ki, hogy mi lenne, hogyha itt átúsznánk a feliratban a B betűn keresztül megyünk át, és ez az, amit be kellett állítanom különböző pozícionálásokkal, és a végeredményben még egy kis speed rampet is használtam, tehát valamikor gyorsabb és lassabb lett a videó. Nézzük meg! Az utolsó tutoriálban az M-Tracker 3D-nek azt az erősségét szeretném megmutatni, hogy mennyire pontosan el lehet helyezni valamit a térben, ezért a következő drónos felvétel egy úgynevezett orbitolás, tehát hogyha a mikrofon lenne ez a tárgy, akkor körülötte haladunk el, és ugyanezt csináltuk meg a Gellért hegyen, a Gellért szobornál, és azt szeretném megmutatni, hogy milyen érzés lenne az, hogyha pont a szobornak a tetejére pinelnénk rá egy jelzőt, és ugye van a két oszlop, a kis bolti, vagy minek nevezzük, ilyen U alakú oszlopos résznek a tetején, a két szélére, mintha rá lenne rakva a szöveg. Erről szól a következő tutoriál. Az utolsó klip, amit megmutatok, az a Gellért szobor körül egy orbit volt. Itt is úgy kezdtem, hogy a klipre rátettem az M-Tracker 3D-t, és átmásoltam a kiválasztott feliratra a tracking adatot. Mivel itt egy elég nagy fordulásban és térben szeretném elhelyezni, elég nagy kihívás volt az, hogy pont mindig ugyanott legyen a 3D-s környezetben a felirat, ahol a szobornak a feje van, így azt láthatjátok, ahogy ezzel játszom, ugyanúgy a content rotation-nel és különböző keyframe-ekkel oldottam meg, hogy ott legyen, ahol én szeretném, viszont ezt külön csináltam, ami itt érdekesség a felirattal és a kis pointerrel. Itt a pointer egyszerűen megállt, viszont az, hogy középre legyen rendezve a felirat, és tényleg úgy nézzen ki, mintha a szobor felett lenne, ott a két oszlop pontja tartja, ehhez nagyon sok keyframe-et kellett használni, ezért a video animation-t használtam a Final Cut Pro-ba, és a végeredmény magáért beszél. Milyenek voltak a tutoriálok? Igazából ez volt az első ilyen típusú videóm, de még nagyon sokat tervezek csinálni. Kérlek, a kommentbe írd le, hogy hogy tetszett. Nekem nagyon jó élmény volt megcsinálni, és ezáltal szeretném is megköszönni, megragadni a lehetőséget, hogy megköszönjem a Motion VFX-nek, hogy tesztelhettem, kipróbálhattam a Motion VFX-et, és most nektek ezt megmutathattam, és most neked ezt megmutathattam. Egy utolsó felvételt még hagytam, ugyanis van egy nagyon jó expansion pack, amiben emojikat lehet használni, és azt is meg szerettem volna mutatni, hogy nem csak egy statikus helyre lehet berakni az adott trackkel dolgot, hanem valamit végig trackkelhetünk. Én most magamat, ahogy robogóztam, ugyanúgy balin, ezt fogom megmutatni, de itt már tutoriál nem lesz, úgyhogy ez az elköszönés után lesz, úgyhogy mindenféleképpen hallgasd végig, amit most mondani szeretnék, mert utána jön az a klip. Ahogy mondtam már a videó során, hogyha nem vagy feliratkozva és tetszett, amit láttál, akkor mindenféleképpen nyomja feliratkozás gombra és a csengőre is. Tutoriálokkal, tech review-kkal, a tekes review-k, minden, ami videózás, hang, fény, ilyesmikkel jövök, valamint elviszlek titeket konkrétan felvételekre, ahol megmutatom azt, hogy hogy veszek fel egy creamy b-rollt utána, hogy editálom. Hogyha érdekel ez, vagy például amiről a könyvem is szól, megint beteszem ide a M-Tracker 3D-vel megcsinált kis renderét a könyvnek. Szóval, hogyha érdekel, erről van egy napi vlog is,
Link a leírásban, ahogy a Motion VFX-nek, az M-Tracker 3D-nek is, ott van a leírásban a linkje, mindenféleképpen csekkold, hogyha Mac-et használsz és Final Cut Pro-t. Árérték arányban szerintem a legprecízebb plugin, amit most lehet használni. Remélem még találkozunk, köszi, hogy itt voltál, szia, sziasztok, és most jöjjön az utolsó shot.